Sziasztok! Csodás tavaszi napunk van ma, ezért úgy döntöttem, hogy készítek egy tavaszi sminket, ami pasztell árnyalatokból áll, tehát világos színeket használtam hozzá. Így néz ki. Műszempillát is tettem föl ez alkalommal. És akkor az arcomra a Revlon Photoready Airbrush alapozóját használom. Ez egy habállagó alapozó, tehát tényleg olyan, mint egy tejszínhab. És amikor fölveszem az ecsettel, akkor ezek a levegőbuborékok ugye kidurrannak benne, és ezáltal kapjuk meg ezt a krémállagú alapozót, amit ugye felviszek az arcomra. A szokásos ecsetemet használom ehhez, a Sigmától, az F82-es kerekfejű kabuki ecsetet. A Revlon Color Stay korrektorát használom a szemem alatti háromszögre. Ennek az árnyalata a 02-es Light Pale árnyalat. És ezt ugyanazzal az ecsettel fogom eldolgozni, mint amivel az alapozót. Így sokkal gyorsabban végzek, van egyébként kisebb korrektor ecsetem is, de ezzel mostanában jobban szeretem eldolgozni. A szemöldökömhöz először az Essence szemöldök ceruzáját használom. Megrajzolom ugye az alsó, illetve a felső vonalát. Majd egy ecsettel eldolgozom ezt a ceruzás rajzolást, ami különben egy szemhítus vonal tökéletesítő ecset, a Sigmától az E68-as, de én most befogtam erre, hogy a szemöldökömet rajzoljam meg vele. Majd miután eldolgoztam a ceruzát, egy világos matbarna szemhéjfestékkel töltöm fel a kimaradt területet, illetve fixálom a ceruzát. A szemhéjamra alapnak most a Berry M fehér alapozóját használom, amit egy szintetikus ecsettel viszek föl. Amikor világos vagy élénk színeket használok a szemhéjon, akkor fehér alapozóval szoktam lealapozni a szemhéjamat, mert ez sokkal jobban kiadja a szemhéjfestékek valódi színét, valódi tónusát. Kicsit sűrű ez az alapozó, így nehéz eldolgozni ecsettel, így az ujjammal még át szoktam rajta menni, hogy teljesen sima felületet kapjak. Akkor az első szín, erről a kicsi fényes palettáról, ez a fehér szín, amit szintetikus ecsettel viszek föl, mert így sokkal többet tudok fölvenni az ecsetre. Ez nem egy professzionális paletta, még szerintem említettem nektek egy sminkkollekciós videóban, hogy még egy piacon vettem, mert nagyon megtetszettek a színei. Hát nem túl pigmentált, így elég sokszor bele kell nyúlni, hogy mégis látszódjon a színe, főleg a világos színeknek. Ugye a szemöldök csontomra is ez a fehér szín fog kerülni. A Coastal Scents 88 színes fényes palettájából választom ezt a nagyon szép halvány kékes zöldes tónusú színt, amit ugyanazzal az ecsettel viszek föl, csak a másik oldalával. Ebből is ugye jó sokat teszek. Thank you.
És ugye fordítok az ecseten, hogy megcsináljam az átmenetet a fehér között, illetve el között a szín között. A következő szín ugyanerről a palettáról, ez a halvány rózsaszín, amit már egy természetes szőrből álló ecsettel viszek föl, a Sigma E55-ös szemhéjfesték ecsetével. Az Urban Decay Naked palettájából választom a Buck nevű színt, amit egy nagy satírozó ecsettel viszek föl a mélyítő vonalra, és egy nagyon picit fölé. Ezzel dolgozom el végül is a színeknek az éleit, ezzel satírozom el, valamint adok ott egy mélységet annak a területnek, hogy azért mégsem maradjon üresen. Visszaerősítem a fehéret, és most már úgy, hogy egy picit viszek is le a belső szemzugnál, és ezt a szép kék színt, ugyanarról a kicsi palettáról viszem föl az alsó szempilláim tövébe, a Coastal Sands pici ecsetével, és kívül egy picit túlhúzom, hogy lássam nagyjából, hogy a tusvonal majd hol fog elhelyezkedni. És akkor zselés szemhétus, a Sigma Wicked nevű szemhétusát használom, ami egy fekete szemhétus, illetve az E05-ös szemkihúzó ecsetet. A vízvonalamra fekete szemceruza kerül, a Sí márkájú duó szemceruza fekete-fehér párosából ugye a fekete színt használom. Alul is kihúzom a vízvonalamat, illetve felül is. Szempillaspirál következik, a mostanában szokásos CoverGirl szempillaspirálomat használom. Műszempillát tettem föl, és ugye összedolgozom még egy kicsit a saját pilláimmal, valamint ugye szempillaspirállal. A ragasztó miatt pedig sosem kell aggódni, mert az el fog tűnni, miután megszáradt. Ugye viszek föl még egy kis korrektort, a sminkelés végén mindig szoktam általában, hogy ugye legyen egy szép vége, a sminknek egy szép befejezése. Púderrel fixálom az alapozót, illetve mattítom is egyúttal a kifényesedésre hajlamos területeket. A Dermacol 02-es árnyalatú púderemet használom, és a Duo Fiber ecsetét a Sigmának. A Catrice bronzosítójával kontúrozom az arcomat, a homlokomat, illetve az államnak a vonalát. Ennek a bronzosítónak a színe pedig a 030-as medium bronz, és egy eszenszes ecsettel viszem föl. A 10 színű pirosító palettámról a Coastal Sands-től választom ezt a rózsaszín pirosítót, és az F40-es pirosító ecsettel viszem föl a kontúr fölé. Fényesítésnek ugyanazzal az ecsettel viszem föl ezt a halvány rózsaszín fényes színt, ugye ez pedig a pirosító fölé kerül. És ebből viszek az orromra, a homlokomra, illetve az ajkam fölé.
A Lacoura Cosmetics 170-es Misty árnyalatú rúzsát választom. Ez egy ilyen rózsaszínes, lilás árnyalatú, világos szín, amire egy rózsaszín szájfényt teszek. Ennek nem tudom a márkáját, ez egy ilyen no-name szájfény, de nagyon jó édes illata van. Ez lett volna tehát az én pasztel színekből álló tavaszi sminkem, amit bármilyen alkalomra el lehet készíteni. Köszönöm szépen, hogy velem tartottatok, legyen szép napotok, sziasztok!